Repülés közben kiszakadt egy repülőgép vészkijárata. A Boeing gyártmányú repülőgép vészkijárata pár perccel a felszállás után repült ki a helyéről, mintegy 5000 méteres magasságban. Az eset miatt vizsgálatot indítottak. Megdöbbentő felvételt készített ez az utas az Alaszkai légitársaság egyik Kaliforniába induló járatának fedélzetén, ahol a szárny mögötti inaktív vészkijárat ajtaja teljesen hiányzott a helyéről. A pár hónapja átadott Boeing 737-9 Max típusú repülőgép baloldali vészkijárata szó szerint kiszakadt a helyéről. Az ajtó melletti ülések üresek voltak, de néhány telefon és tárgy így is kirepült az ajtóval és az oldalfal panellel együtt. A fedélzeten leesett a légnyomás, és az oxigén maszkok kiestek a helyükről. Szemtanúk beszámolója szerint egy kisgyerek felsőjét letépte a légáramlat, de szerencsére ezen kívül nem esett baja. A járat 20 percen belül biztonságosan visszatért a portlandi repülőtérre, és senki nem sérült meg súlyosan. A könnyebb sérülteket a helyszínen ellátták. A történteket követően az Alaska Airlines vezetője közleményben bejelentette, hogy ideiglenesen nem repülnek a flottájuk 65 Boeing Max 9 típusú gépeivel, amíg el nem végzik a biztonsági vizsgálatokat. A szakember átláthatóságot ígért a vizsgálattal kapcsolatban. A Boeing pedig azt közölte, hogy a légitársasággal együttműködve dolgoznak az információk összegyűjtésén, és készenlétbe helyezték a műszaki stábjukat, hogy támogassák a vizsgálatot.